Sziasztok! Ezt a videót azért készítem most, mert úgy veszem észre, hogy sokatoknak nagy aggodalmat okoz, hogy hogyan lehet 500 szót írni érettségén, és szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy ez egyáltalán nem olyan bonyolult, mint ami ennek elsőre tűnik. Következzék tehát 5 jó tanács, hogy hogyan oldjátok meg nagy magabiztossággal és viszonylag egyszerűen ezt a feladatot, hogy egy 500 és 800 szó közötti hosszú eszét írjatok a magyar írásbeli érettségén. Azért fontos egyébként ez az 500 szó, mert hogy a minimális terjedelem elvárása az egy nagyon szigorú elvárás az érettségén. Van egy városi legenda arról, hogy itt van egy 10%-os tolerancia határ, sajnos ezt a javítókulcs alapján nem tudom megerősíteni. Tehát, hogyha egyszer belenéztek a javítókulcsba, akkor láthatjátok, hogy, hogy a legtöbb szempontnál ott van elvárásként, hogy a minimális terjedelem meglegyen. Tehát egyszerűen egy bizonyos pontszámnál többet nem lehet adni, az egy -egy egyes szempontokra, ugye a tartalom, a szerkezet, gondolatmenet és a stílus, tehát ezekre nem lehet egy bizonyos pontszámnál többet adni, hogyha, hogyha nincs meg a minimális terjedelem. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos elvárás az érettségivel kapcsolatban. Az viszonylag ritkább, hogy túl hosszú egy érettségi dolgozat, ugye úgy van meghatározva, hogy 500 kötőjel 800 szó, mondjuk eleve fizikailag viszonylag nehéz 800 szónál Írni, többet írni 150 perc alatt. Nekem a tanári praxisomban egyszer volt olyan, hogy azért pontoztam le dolgozatot terjedelemre, mert fölöslegesen hosszú volt, de ott sem az volt a baj önmagában, hogy hosszú volt a dolgozat, hanem azért volt hosszú, mert ugyanazt írta le többször az illető. És a javító kulcsban is ez van, hogy az indokolatlanul hosszú dolgozatnál kell levonni pontot. Tehát lényeg a lényeg, hogy az 500 szó az eléggé kulcsfontosságú. Természetesen ez egy minimális elvárás, hogyha valaki lelkiismeretesen Készült az érettségre, és mondjuk az ötöst vázná el magától, ő nyilván nem 500 szóban gondolkodik, hanem ennél egy picit többen több szóban, de azok, akik ennél kevésbé magabiztosak, azoknak talán sokat segít a videó. Meg talán azoknak is érdemes megnézni, akik lelkiismeretel sem fölkészültek. Na de a további rizsázás helyett először beszéljük meg, hogy mennyi is az az 500 szó. Itt teljesen fölösleges oldalban megmondani, hogy ez most két és fél oldal, vagy két oldal, hiszen mindannyian más, máshogyan írtok, másféle betűmérettel, tehát nem így érdemes ezt megközelíteni, hanem inkább a bekezdések felől. Én egyébként csak akkor szoktam megszámolni egy érettségi dolgozat javításánál a szavakat, hogyha gyanús, hogy nem elég. Tehát alapvetően egy jól megért eszénél azért egy rutinos magyar egy ránézése, látja, hogy az kellő terjedelműen, hogyha, hogyha gyanús, akkor meg szoktam számolni, nem tudom a kollégáim hogy csinálják, de vannak olyan nagyon jó diákok, akik odaírják a szószámot. Szerintem ezzel nem érdemes időt tölteni az érettségi dolgozat írásakor. Angol száz nyelvterületen egyébként egy létező műfaj, ez az 500 szavas eszé, ezt más szóval öt bekezdéses eszének is szokták hívni, bár ott egy kicsit más jelent, mert itt elsősorban olyan dolgozatokra, dolgozatokról van szó, amiket otthon előzetes felkészülés után, akár több nap alatt kell megírni, nem pedig egy ilyen prompt, megírandó dolgozatról. Tehát a, a magyar érettség az egy kicsit más, de azért a terjedelem szempontjából, hogy lássuk, hogy mit is jelent 500 szó, kiindulási pontnak érdemes ezzel az angol 105 bekezdéses eszével e, kezdeni esetleg, hogy ezt alapul venni. Tehát ahogyan már utaltam is rá, egy 5-6 jól megért bekezdés, az tulajdonképpen már megvan 500 szó. Na most ha hozzáveszed, hogy, hogy bekezdésenként úgy hogy nagyjából 75-125 szóval érdemes számolni, természetesen ezek hozzávetőleges számok. Viszont ha azt nézed, hogy ugye van egy bevezetés, meg van egy befejezés, ugye ez két bekezdés, tehát tulajdonképpen a tárgyalás az ma maga egy olyan 3-4 jól megért bekezdés kell legyen. Itt most megint azt mondom, hogy ez a minimum, tehát ha a cél az ötös, akkor azért ennél egy picit többen gondolkozzál, de 3-4 jól megért bekezdésből, meg egy jól megért bevezetésből és egy jól megért befejezésből simán meg lehet írni az 500 szót. Egyébként a bevezetés, a befejező, Bekezdés, az lehet rövidebb, ott két-három két, három mondat elég. Egyébként bekezdésenként egy olyan 5-6 jól megfogalmazott mondattal érdemes számolni. Természetesen itt nem tőmondatokra gondolok, meg nem is barokkosan túlfogalmazott körmondatokra, hanem egy arany középútra. Az egyébként egy nagyon jó ritmust ad magának az eszének, hogyha egy kicsit váltogatod a rövidebb és a hosszabb mondatokat. Tehát az sem igazán öm, jó, hogyha csupa tőmondatból áll, de az sem jó, hogy folyton elveszik az ember a mondatok sorában, tehát hogy váltogasd a, a kettőt. Tehát az a lényeg, hogy az 500 szó az 3-4-5-6 mondatos bekezdés, plusz egy 2-3 mondatos bevezetés és befejezés. Nagyjából ebben érdemes gondolkodni, vagy ez a váza az egész esszének tulajdonképpen. Tehát ez az a minimális váz, az a csontváz, ha úgy tetszik, amit aztán lehet még egy picit bővíteni, vagy felöltöztetni, ha úgy tetszik. Na, de nézzük is, hogy mi az az öt dolog, amire szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni az érettségi eszé írásakor. Akár fölkészültem még oda, akár úgy, hogy az összes beadandódat a ChatGPT-vel irattad, vagy a Wikipédiáról másoltad. Nézzük, az első, és szerintem a legfontosabb tanács az, hogy ne foglalkozz a szószámmal. Ezt teljesen komolyan mondom, ne foglalkozz azzal, hogy hány szót írsz. Ha lelkismeretesen felkészültél, akkor azért nem érdemes ezen görcsölni, mert bőven meg lesz. Tehát egy lelkismeretes felkészülés után egy. Ö, jó koncentrálással megért eszi, az simán meg lesz 500 szó. Ha meg nem vagy annyira felkészült, és mint mondtam, egy beadandó sem írtál saját kézzel korábban, akkor meg azért nem érdemes ezen parázni, mert nem kell az energiát elvenni a feladattól ezzel. Tehát ne foglalkozz a szószámmal, pláne ne csináld azt, amit szintén láttam már, hogy elkezdi az ember írni az érettségét, folyamatosan számolgatja a szavakat, és amikor megvan az 500, akkor leteszi a tollat, hogy ő készen van. Tehát ez nem, nem igazán a jó irány. Ahelyett, hogy a szavakon gör görcsölsz, fókuszálj a feladatra, fókuszálj arra, hogy milyen munkát kell elvégezned ebben a 150 percben, ami hátra van még az érettségiből, ha az segít, akkor fókuszálj arra, hogyha ezt jól megcsinálod, akkor, akkor soha többet írásban ezzel nem kell foglalkoznod. De ne, ne a szószámokon pörögjél. Jó, tehát ne foglalkozz a szószámmal, a tartalommal foglalkozzál. Én azt szoktam mondani egyébként, félig komolyan, kicsit cinikusan, kicsit komolyan, hogy Tegyél úgy, mintha érdekelne a téma, és akkor simán meg fogod tudni írni. Tehát arra a két és fél órára játszd el, hogy érdekel téged az irodalom, és érdekel az, ami a feladat. Aztán a másik, második tanácsom, ez eléggé evidens, biztos a tanáratoktól is hallottátok ezt, én is csak megerősíteni tudom, hogy írjál vázlatot, illetve piszkozatot. Az, hogy ezek közül melyiket válasz, esetleg vázlatot is, és piszkozatot is írd, írj, vagy illetve ezeket mennyire részletesen dolgoz ki, ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy mennyire megy könnyen az írás. Ugyanis azt látom, hogy egyre több olyan diák van, akinek, akinek fizikailag nehéz egyszerűen sokat írni. Tehát, hogy így, hogy így a finom motorikájában már nincs benne ez, hogy kézzel írjon. De most az ilyen diáknak nyilvánvalóan nem érdemes egy teljesen részletes piszkozatot írni, és aztán azt még bemásolni, mert teljesen ki fogsz merülni, hogyha, hogyha egy alapvetően nehézséget okoz a kézzel írás, akkor én nem javaslom, hogy nagyon részletes piszkozatot írjál, vagyis kétszer írd meg gyakorlatilag a dolgozatot, viszont a vázlatot azt mindenképp javaslom. Hogyha, hogyha könnyen megy a kézírás, hogyha ez nem okoz neked gondot, akkor viszont nagyon hasznos tud lenni, hogyha, hogyha érsz egy piszkozatot is, és azt utána már csak csak bemásolod a tisztázatba, és maximum a helyes írás nézed át. Tehát mind a kettő lehet jó megoldás, de mondom, ez függ egyrészt attól, hogy hogyan állsz a kézírással, másrészt attól is, hogy mennyire, mennyire hosszú a szöveg, mennyire sok gondolatod van, mennyire, mennyire lehet számítani arra, hogy hosszú lesz a szöveget, tehát akár 6 700 szó. Ha nagyon hosszú a, a, a dolgozat, akkor, akkor, nem érdemes szerintem szóról szóra piszkozatot írni. De erre nem tudok egy ilyen betonbiztos igen vagy nem választ adni, hogy melyik a jó megoldás. Mindenképp, amikor elkezded a munkát, akkor, akkor legalább egy skiccet, egy vázlatot kezdjél el írni. És én azt javaslom, hogy az elején vázlatolj föl, vagy skiccelj fel mindent, ami eszedbe jut. Akár azt is, ami hülyeségnek tűnik elsőre, később aztán ezek közül nyilván lehet szelektálni. Tehát nem minden fog bekerülni a dolgozatodba, ami elsőre eszedbe jut, de mindenképp ezeket érdemes fölírni a legelején. Aztán, hogyha úgy nagyjából már összeállt a váza a dolgozatnak, akkor, akkor el lehet kezdeni egy picit részletesebben kidolgozni a vázlatot. Az nagyon fontos, hogy mindig a feladatból indulj ki. Tehát mindig-mindig kanyarodj vissza a feladat szövegéhez, mert lehet, hogy neked egész világok nyílnak meg a fejedbe a témáról, vagy az adott műről, de az érettségi dolgozat nem arra lesz kíváncsi sajnos, hanem arra, ami a feladatban van. Tehát mindig a feladatból indulj ki. És ami a kidolgozást illeti, mindenképp azt javaslom, hogy legelőször a tárgyalást írd meg, tehát menj végig a feladat szempontjain, dolgoz ki az egyes részeket, legyenek meg a, a tételmondataid, a következtetéseid, mert ha ezek megvannak, akkor ezek alapján már nagyon egyszerű lesz Fölépíteni a bevezetést és a befejezést is. Egyébként a bevezetésnél, meg a befejezésnél az egyik fontos tanács, amit már a korábbi videóban is mondtam, hogy az valódi bevezetés és valódi befejezés legyen. Tehát nem csak az, hogy kicsit kezded el a mondatot, és akkor azt hiszed, hogy attól már bevezetés lesz. Ha nagyon nem jut eszedbe semmi elegáns bevezetés, akkor hát egy kicsit olcsó megoldás, de működik, hogy egyszerűen elmondod, hogy mit fogsz csinálni, magyarul egyenként elmondod a feladatnak a szempontjait, hogy ezeket fogod kidolgozni. A, bevez a befejezésnél pedig nyilván hasznos, ha esetleg a konklúzióidat megismétled, illetve nagyon-nagyon elegáns, én nagyon szerettem az olyan érettségi dolgozatokat, amik megnyitnak további kérdésirányokat. Tehát amire mondjuk nem jutott időt kidolgozni, vagy ami szerinted érdekes kérdés, de nem volt benne a feladatban, ezeket érdemes felvillantani a befejezésben. Na és hogyha megírtad a vázlatot, vagy hogyha esetleg részletes piszkozatot írtál, tehát megfogalmaztad magának a dolgozatnak a szövegét, és mondjuk aggódsz a terjedelem miatt, akkor ez az a pont, ahol esetleg érdemes megszámolni a szavakat, vagy azért, hogy megnyugodjál, vagy azért, ha látod, hogy még hiányzik valamennyi, akkor ezt még utólag bele tudod fogalmazni. Itt megint azt tudom mondani, hogy nem érdemes el, és földúzza földúzza földúzzasztani a dolgozat szövegét, mert, mert, lehet, hogy éppen átviszed a lécet, és meg lesz a minimális terjedelem, de a, de a pontszámokban az nem fog feltétlenül kamatozni. Ha sok fölösleges információt írsz, vagy az önismétlés még gyakori hiba, hogy valakinek van egy jó gondolata, azt leírja egyszer, és aztán még háromszor átfogalmazza, mert nem jut egy másik jó gondolat. Jó, tehát nagyjából ennyit a piszkozatról és a változatról, a, 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 a piszkozatról és a vázatról, bocsánat, a lényeg a lényeg az, hogy hogy ne egyből élesben kezd megfogalmazni, vagy tehát ne egyből kezd el a vonalazott lapra írni a dolgozatot. Az a tapasztalatom, hogy ez nem vezet semmi jóra, mert aztán sok lesz benne a hiba, át kell húzni, ronda lesz, belezavarodsz, tehát mindenképp egy vázatot vagy egy piszkozatot írjál. Bármennyire is szeretné túl lenni az egészen, természetesen. És a harmadik jó tanácsom, amit már az előbb is említettem, de itt hangsúlyozom, hogy haladj a feladat alapján. Itt elhoztam nektek a, ugye az oktatás hivatalnak a honlapján fönn lévő minta érettségi feladatlapból. A műelemzés kérdés. Ugye az előző videóban a témakifejtő eszét mutattam mutatta meg. Ez most egy műelemző kérdés. Ugye úgy szól, értem, ez Arany János balladáját, itt a képmutogató című balladáról van szó, ott van a, a ballada teljes szövege természetesen a feladatlapban. Elemzésében mutassa be a képmutogató című mű műfai összetettségét, a történet elbeszélésének sajátosságait, elemezze a baladában a bűnbüntetés, bűnhődés motivumát. Tehát ha meglátod, itt tulajdonképpen három rész egysége van ennek a feladatnak, és hogyha ezen szépen végigmész, hogyha ezekre a kérdésekre megpróbálsz válaszolni a meglévő tudásod szerint, hogy mi a ballada műfaja, milyen, hogyan jelenik meg ebben az adott műben a balladának a műfai sajátosságai, jelennek meg a balladának a műfai sajátosságai. Aztán, hogy milyen a történet elbeszélése. Ugye, ha balladáról van szó, akkor abban általában van balladai homály. Tehát végigmégy ezen a szemponton. Aztán megnézed a bűn, büntetés, bűnhődés motivumait. Ugye ez három szempont. Ha ezt a hármat rendesen kifejted egy-egy bekezdésben, akkor nagyjából meg vagy a tárgyalással. Nyilván a meglévő tudásod alapján. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig a feladat alapján haladjál, ne hagyd, hogy a fejedben különböző szálak elinduljanak, azt is sokan hiszitek, hogy, hogy hát írom azt, amit tudok, azt jó van majd ahogy esik, úgy puffan, nem, az nem lesz jó. Tehát hiába írott el a, a, vonalas lapot, ha nem a feladathoz kapcsolódik, még akkor is, ha egyébként jó, akkor sem fogod rá a legmagasabb pontszámot, vagy a legfeső sávban lévő Pont számot kapni. Tehát a feladatból indulj ki, és a feladatot kövesd, és mindig ehhez tér vissza, és ez segít szervezni a munkádat. Aztán a következő tanács, ez is nagyon sokszor elfelejtődik, hogy hagyj elég időt a tisztázásra és az átnézésre. Ugye függően attól, hogy mennyire részletes vázlatot vagy piszkozatot írtál, nyilván minél ö, részletesebb piszkozatot írtál, annál rövidebb lesz ez a rész, hiszen csak mechanikusan át kell másolnod. Minél kevésbé kidolgozott a vázatod, annál tovább fog tartani, hogy letisztázd a dolgozatot. Tehát ezt megint, megint mérlegelni kell. Az a lényeg, hogy hagyjál időt arra, hogy, hogy elkészítsd a tisztázatot, és hogy átnézd. Ez nagyon fontos, hogy átnézd, ellenőrizd a helyesírást, stb. Ha javítani kell, akkor áthúzása, zárójelbetétellel javíts, nem kell átsatírozni, nem fog a magyar tanárod azon csámcsogni, hogy úristen, milyen hülyeséget írtál oda, húzd át, tedd zárójelbe, a satírozás egyrészt ronda, másrészt vissza az időt, a harmadrészt fölösleges, hibajavítót, festéket, vagy ezt a hibajavító szalagot nem szabad használni, ugyanígy tilos radírozható tollat is használni, tehát áthúzott zárójelbe teszed, nagyon-nagyon basic dolog, dolog, mégis nagyon sokan elfelejtitek, hogy tartsátok a margót, tehát ne írjatok a margón kívül, a bekezdéseket kezd, kezd tehát legyen egyértelmű a tagolás, legyen egyértelmű az egész dolgozatnak a menete, előfordul, hogy utólag szúrsz be egy gondolatot, mert elfelejtetted, vagy később jutott teszed be. Ez nem annyira elegáns, de az ennyi, hogy egyértelműen jelöl, tehát számozd meg, vagy csillagozd meg, tehát legyen egyértelmű, hogy mi miután következik. Nyilván elvárás, hogy legyen világos a gondolatmenet, ezért is jó a bevezetésben egyébként, hogy hogyha fölvázolod, hogy mit fogsz csinálni. Legyenek előre és visszautalások a szövegben, tehát ezek az ezeket az alapvető szöveg kohéziót biztosító elemeket, ezeket így ragd bele a szövegbe. Aztán előfordul, hogy kifutsz az időből, mert mondjuk nagyon hosszú lett a dolgozatod, megírtad a piszkozatot, szépen kidolgoztad, de egyszerűen kifutsz az időből. Itt az a menekülési útvonal lehetséges, hogy akkor a piszkozatból tisztázatot csinálsz, ezért nem érdemes rögtön az elején rájönni a piszkozatról, hogy piszkozat, hanem amikor már készen vagy, akkor rájönni, hogy piszkozat és áthúzni. <kül> Ugye a tanárod azt fogja figyelembe venni, ami nincs áthúzva. Ezért, hogyha kifutsz az időből, és mert nincs időd átmásolni a piszkozatot, akkor érd rá szépen, hogy tisztázat, ha esetleg rájöttad, hogy piszkozat, akkor húzd és érd rá, hogy tisztázat. És az a lényeg, hogy oldalszámozáson nagyon egyértelműen jelölt, hogy mi miután következik. Ilyen előfordul a leggondosabb munka közben is, hogy az ember kifut az időből, tehát Azért ez csak egy ilyen, hogy mondjam, menekülő útvonal legyen, alapvetően inkább törekedj arra, hogy jól oszd be az idődet, majd mindjárt adok egy tippet, hogy hogyan oszd be. Végezetül készítettem egy hozzávetőleges vagy egy lehetséges ütemtervet arról, hogy hogyan érdemes beosztani ezt a 150 percet, ami rendelkezésedre áll. Itt van, meg is mutatom, picit nagyobban. Ugye az első egység, én azt mondom, hogy körülbelül egy olyan 30 perc az, ami a feladat kiválasztása, tehát hogy a két opció közül melyiket fogod megoldani, értelmezése. Ez nagyon fontos, hogy értelmezd a feladatot, hogy pontosan mire kíváncsi. És az úgy idézőjelben anyaggyűjtés, tehát hogy átgondolt, átgondolt hogy miről fogsz írni, a szövegben jelöld ki azokat a pontokat, amik, amik fontosak lehetnek. Ez egy ilyen 30 perc körüli, szerintem. És ebből mindenképp egy 5-10 percet, hát 5 talán elég lesz, de hogy szányra arra, hogy eldöntsd, hogy melyik opciót választod. Sokan esnek abba a hibába, hogy, hogy gyorsan választanak egyet, mert úgy hirtelen jó megoldásnak tűnik, vagy valami eszükbe jut róla, vagy éppen nemrég tanulták. És elindulnak esetleg egy rossz irányba, mert lehet, hogy az adott műről vagy az adott szerzőről nemrég nem tanultak, de mondjuk egy olyan szempontot kér a feladat, ami nem feltétlenül egyszerű. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy jól gondold át, hogy melyiket választod. És mondom, ez az első egység, itt még nem is feltétlenül muszáj bármit leírni, inkább csak olvasni, gondolkodni, értelmezni. Aztán a második lépés, értem értelmszerűen a vázlat vagy a piszkozat elkészítése, ugye attól függően, hogy melyiket választod attól függ, hogy, hogy mennyi időt kell rászánod. Én azt mondom, hogy egy ilyen 50 kötőjel, 70 perc legyen ez az egység, amikor elkezded már tényleg magát a dolgozatot fölvázolni. Nyilván, hogyha csak egy vázlatot írsz, tehát nem egész mondatokban fogalmazod meg már tulajdonképpen a dolgozatot, akkor legyen ez az idő kevesebb, hogy több maradjon majd a tisztázat kidolgozására. Ha viszont egy részletes piszkozatot írsz, akkor nyilván hosszabb lesz ez az idő. És a harmadik egység megint csak értelemszerűen a tisztázat elkészítése és átnézése, ellenőrzése. Nyilván, hogyha rövidebb ideig tartotta a vázatírás, akkor erre több időd marad, ha pedig részletesebben dolgoztat ki a piszkozatot, akkor, akkor pedig kevesebb időd marad erre a részre, de ha részletes piszkozatot írte, akkor tulajdonképpen csak le kell másolnod. Tehát itt megint, megint egyéni készségektől függ, hogy melyik a jó megoldás. Annak is van előnye, hogy az ember még frissadja, nagyon szépen megírja a piszkozatot, odafigyel a helyesírásra, és már tényleg csak át kell másolni gyöngybetűkkel, de nem mindenki így dolgozik. Tehát ez, ez megint alkat kérdése. De a lényeg, hogy én azt mondom, hogy a, a a vizsgaidő vége előtt egy órával már a tisztázaton dolgozzál, tehát akkor már tényleg kezdjen el megszületni az a szöveg, amit majd be fogsz adni. Nos, hirtelen ennyit ö, tudtam összeszedni nektek arról, hogy hogyan ne féljetek ettől az 500 szótól, amit írni kell. Ha még mindig van bennetek aggodalom az érettségvel kapcsolatban, akkor ismét csak nagyon tudom javasolni, hogy nézzétek meg a csatornán hozzáférhető ehhez kapcsolódó videókat. Van érettségi lejátszási lista, van verselemzésről, novellelemzésről, drámaelemzésről, videó a legalapvetőbb szempontokról, tehát jó tanulást kívánok, és jó böngészést a csatornán, és hajrá!